jelentős lépcsőfokához érkezett a Pompei kiállítás itt Szegeden. Ezek szerint akkor nagyon-nagyon népszerű, összehasonlítva más kiállításokkal. Ez a pont most hamarabb érkezett el? Hát igen, természetesen, de azért legyünk őszinték, számítottuk is erre, hiszen az országban egyedülálló a Pompei kiállítás, ez a Pompei tárlat, hiszen 120 eredeti tárgy van itt, ami megélte a pusztulást, amit ugye Pompei Rómvárosában, illetve hát egy-kettőt Herkulánumban találtak. A kiállításnak, az anyagának a jelentőségéről elég annyit mondani, hogy ez a tárlat megjárta a British Múzeumot is, tehát én azt gondolom, hogy nincs miért szégyenkeznünk, és éppen ezért hála Istennek a látogató részem is reagál erre, hiszen 20 látogató bő egy hónap alatt az egy nagyon komoly teljesítmény, egy vidéki múzeumnak főleg. Milyen attrakcióval színesítik, hogy még több látogatóhoz eljusson ez a hír, aki esetleg még nem hallott volna róla? Hát természetesen ugye próbálkozunk helyi sajtóorgánú bevonásával, ugye hát a múzeumok éjszakán gladiátorjáték voltak, készülünk majd az őszi múzeumok éjszakájára is, ha valamilyen attrakcióval, ugye az beltéri lesz, tehát nem lehet olyan látványosat, hiszen az épületen belül még nem lehet ezt megoldani, de egyéb más attrakcióval készülünk, illetve hát országosan is reklámozzuk, tehát ez első olyan alkalom például, amikor a Móra Ferenc Múzeum kicsit kilép Szeged város határain, hiszen egy olyan országos kampányba kezdtünk bele itt július folyamán, ami 300 darab óriás molinóval, 300 darab europlakátot hirdetjük ezt a kiállítást. Tehát az volna a cél a korábbi kiállításokkal szemben, ahol az elsődleges az volt, hogy Magyarországról Szegedre, vagy a világból Szegedre jött turistákat be tudjuk hozni a múzeumba, most az a cél, hogy Szegedre hozzuk ezzel a kiállítással a turistákat, tehát ezért érkezzen. Ugye ezt a támogatást mi a várostól kaptuk, amit ugye hát ezúttal megint csak köszönünk, hiszen ez egy nagyon-nagyon komoly előrelépés lenne. Nagyon jó lenne a számokban is tudnánk bizonyítani azt, hogy mondjuk az óriás plakátoknak köszönhetem, hogy 10-15 ezerrel fél év alatt több turista érkezett Szegedre, akik mondjuk lehet, hogy nem ide vették volna célt, hiszen ennek nem csak a múzeum szempontjából van jelentőség, hiszen itt a 1100 forintos belépőjegy a lényeg, hanem az, hogy egy család mondjuk ezért Szegedre jön, itt száll meg, itt megy vendéglőbe, itt fizeti ki a szállás, kimegy a fürdőbe, kimegy a vadasparkba, tehát élvezi és éli Szegednek azokat a csodálatos turisztikai lehetőségeit, amire lehet, hogy mi voltunk a gócpont és az indulópont, de mégis a Szeged városa a legnagyobb nyertesének. És hát egy szegedi lett a 20 ezredik látogató, ez azért valószínű elárulja azt, hogy a szegediek körében is népszerű a kiállítás. Igen, amúgy azért is aranyos vagy érdekes, mert ugye elsősorban most látjuk is mind a jegyvásárlás kapcsán, mint pedig ugye a beszélgetés kapcsán, hogy a látogató 90%-a turista. Tehát most kifejezetten a turizmus van, július-augusztusban, szeptember második fele, október elejétől szoktak a szegediek jönni, de hát jönnek folyamatosan, pont itt is látjuk, hogy a 20. látogató is szegedi volt.